Babian Fable, a hal királynő és a dzsinnek. 8. rész. És még mindig éjszaka van. Hiába fújtatok a sietségtől, megint kezdek lemaradni itt a szél mögött. Megtaláljuk a rendőrt, aki a fekete fiat szélvédőjére tűzte a bírság cédulát. Tudjuk tehát a kocsi rendszámát. Rövidesen az is kiderül, miért csodálkoznánk, hogy az autó lopott volt, bár tulajdonosa elmulasztotta eltűnését bejelenteni. Az álmos rendőrök fekete fiatokat figyelnek feleslegesen. Ha megtalálják is valaha, feltehetően üres, tiszta és elhagyatott lesz. Bellog hazavonszol. Engedelmesen követem, noha szeretnék egyidejűleg Myrtle Michleyhez, Cruz Guardhoz, Kokóhoz és késdobáló fiújához, Lonzához menni. Továbbá a városi kórházba és a másikba, Lucillához. Daniel hajtogatja. Reggel, reggel. Igaza van. Mégis nehezen múlik az idő, mivel nem alhatok, nem kimélem ágyszomszédomat sem. Nyúzom, foggatom, mi került el a figyelmünket, mit vétettünk, hibáztunk, különösen én, hiszen a szereplők java részével magam foglalkoztam. Bellog karbafont kézzel ül a párnáin, szemei vérhálósak, türelme fogytán. Mi van veled, lezserség szobra? Firtatja. Tökéletesen begerjedtél. Válaszaim. Szerepe lehet a dologban a kokainnak? Á, nagyon úgy tűnt, hogy Lucilla csak saját életének megédesítésére keverte a hintőporba. Nem inném, hogy kereskedik vele. Vagy ez egy másik ügy, és mi bolondot csinálunk magunkból? Myrtle Michley, mennyire lehet belekeveredve a dologba? Hétfőn szakértői csoportot kell a kórházra zúdítani. Lemerném fogadni, hogy Jannik Tassel nevű orvos nincs a világon. Esetleg alhatnál, bátorkodik Daniel. Ha nem lenne benne az ügyben Cruz, talán nem dúlna fel ennyire. Meg tudod ezt magyarázni? Miért nem illik ide Cruz? Hova illik? Dörmögi ágyszomszédom mélán. Te nyugodt vagy? Egyre kevésbé. És így tovább. Valahogy az az érzésem, mint a mostanáig egy zsámolyon álltam volna, és ebből az előkelő magasságból derűs mosollyal tekintettem volna le a világra, a lábaim alatt heverőre. Percekkel ezelőtt valaki kirúgta alólam a zsámolyt. Csak idő kérdése, mikor kezdek zuhanni. A találékony Daniel tud egy módszert elaltatásomra. Kissé vonakodva adom be a derekamat, mégis megtörténik. Rövid időre elfelejtem a titkot, amit gyorsan meg kell fejtenem, mert arra adom a fejem, hogy kettőnként megoldjam. Most sem sikerül, sejtelmem sincs, mivel varázsol el nap, mint nap, de amíg képes rá, Istenem, varázsoljon! Ragyogó napsütés riaszt fel. Bizony, reggel van. Kávé illat ingerel a sietségre. Gyorsan összekapom magam a fürdőszobában, ezúttal eltekintek a szokásos, szigorú mustrától is, vasárnap nem veszek össze a tükörrel. Amíg elkortyolom a kávét, kitart az álomduzzadt nyugalom. Amint kisé ébredezni kezdek, a világ összes nyavajás gondja megszólít. A rádió földrengésről, szökőárról, tűzfészkekről, robbantásokról, merényletekről, csillagháborúról, balesetekről tájékoztat. Az ember már reggel kénytelen azt hinni, hogy ez lesz az utolsó napja. Kinézek az ablakon, a szemközti falon óriási plakát. Ifjú pár mosolyog róla, pezsgős pohár a kezükben. A fotó színei élénkebbek és valószínűtlenebbek nem is lehetnének. Az ifjak arcán a boldogság egyszerűen fokozhatatlan. Teleragasztották az országot ilyen és ehhez hasonló plakátokkal. Örül a nagymama, a kisgyerek, a főnök, örül a kiskutya, örülnek a szebbnél szebb lányok. Üvöltenek a színek, és dagad a boldogság. Hát nem csodálatos? Egy fokrém, egy üveg pezsgő, egy új fürdőruha, Istenem, még egy csíkos alsónadrág és földön túli mosolyra tudja fakasztani viselőjét. Ami az utóbbit illeti, elnézem. Nem bánom, ha erre pillanthatok a reggelim mellől. Tegnap még a nagymama ájúldozott a boldogságtól azon a falon, mert sikerült márkás szemüveget vásárolnia. Mielőtt megtenném észrevételemet a reklámfotó ügyében, a rádió újabb hírrel kedveskedik. Sikerrel lezajlott az orvostudomány történetében úttörőnek számító műtét, mellyel egy autóbalesetet szenvedett fiatal nőnek nem kevesebbet adtak vissza, mint a teljes testi épségét. Bellog telefonálni indul. Szorongva várom visszatértét. Úgy képzelem, már megint, hogy perceken belül hozza a hírt. Lucilla beszél, nincs többé titok. Ezzel szemben másként történik. Daniel megáll az ajtóban, és elnéz mellettem. A lány eszméletlen. Lehet, hogy járni fog, de gondolkozni aligha. A koponyája is megsérült. Egyelőre nem tudnak bíztatót mondani.
A csíkos alsó nadrág viselője továbbra is majd elpusztul a boldogságtól. Elfordítom róla a tekintetemet a hervad bellog felé. Akkor most elválnak útjaink. Kutass tovább Norbert Dorian után, én megyek a régi nyomon. Elfelejtettél reggelizni. Nem érek rá. A nap nem csak világít, melegít is. Megolvasztja a tetők peremére sodródott hóhegyeket, a lavinák olvadoznak, kásásan tottyannak a járdára. Vízpatakok szaladnak a csatornanyílások felé, és vidám zúgással eltűnnek a mélyben. Már-már hihetetlennek látszik, hogy alig egy hete hatalmas hóesés szakadt a városra. Imitamot termett fűcsomók éledeznek, kissé még sápadtan. Párás a levegő, friss szél kevergeti, megvernék esküdni, hogy langyosnak érzem. Ettől az impressziótól az sem tántoríthat el, ha leletem jól láthatóan kavarog a számról. Nem veszek róla tudomást. Beindítom a kocsimat, leeresztem az ablakot. A kerekek belehasítanak az útszéli tócsákba, magasra verik a vizet. Motorcsónakázás illúziójával haladok a késdobáló selyemfiú Lonza lakása felé. Együtt dudolgatok a magnóból áradó dallamokkal. Egy-két lámpa feltartóztat néhány percre, a szomszédságomban veszteglő kocsikból érdeklődő tekintetek sugaraznak rám. Persze, a férfiak is érzik, miért éppen őknek? Nyakunkon a tavasz. Felteszem a napszemüveget, cigarettára gyújtok, és azt hiszem, mint biológiai lény, ezúttal a napsütés mámorának kiszolgáltatva, hogy a dolgok rendbe jönnek. Azt hiszem, közel a happy end. Csatakos varjú ül egy kopasz fa dermet ágán, amíg a lámpa zöldre vált, unottan tollászkodik. Hangulatom emelkedéséhez a maga részéről csupán ennyit fűz hozzá. Kár. Lonza nem siet ajtót nyitni. Megpróbálkozom a kilincsel, aztán besétálok. A kivénhet tinédzser a kanapén heverészik, szipkából szívja a cigarettát, és jöttömre még annyi fáradtságot sem vesz, hogy a kése után kapkodjék. Vasárnap van, az emberek lazítanak. Na? Kérdezi. Félő, hogy rám mosolyog, minden esetre közel jár hozzá. Eleganciája hiánytalan, derűsen gyűri kockás szövet nadrágját csak úgy, mint drabzakóját. Sok-sok kérdéssel jöttem. Kezdem, jó? Meg lehet, nem kínált vele, mégis helyet foglalok. Megválok zubbonyomtól, zsebre dugom a kezemet. Már megegyeztünk, nem? Békén hagyom Kokót, maga békén hagy engem. Én nem rúgtam fel a megállapodást. Továbbra is barátok vagyunk, biztosítom. A másik lány miatt jöttem. A rugó. Lonza egy szempillantás alatt ülőhelyzetbe kerül, és a párna alá hasít a keze. Egy mozdulattal megállítom. Ne kezdje a műsort, egyszer élveztem, elég is volt. Beszéljünk Lucilláról, de nyugodtan. Tudja egyáltalán, hogy mi történt vele? Hol van? Morogja. Villámgyors kezét visszavonja a díszpárna alól üresen. Ha már úgy is szabad, mutatójával az egyik hátsó fogába mélyed. Míg a reggeléje maradékait kutatja, beszámolok. Az éjszaka baleset érte a maga Lucilláját, egy újabb kenyérkeresőről kell lemondania. Ha életben marad, akkor sem lesz többé a régi. Gondolom, ez a hír legalábbis felbőszíti magát. Segíteni akarok. Lucilla nem magától lépett egy kocsi alá. Elütötték. Megmondom azt is miért. Volt nála egy idegen táska. Csak nem sikerült tőle elvenniük. Csak hogy a táskában nem volt semmi érdekes, magam láttam. Innen folytassa. Lonza pontosan tudja, arca valóságos olvasmány. El is fordítja tőlem, lyukas fogáról megfeledkezve. Keze újra a párna felé indul, de meggondolja magát. Nem hódol ideges szokásának, hírem a vártnál jobban felzaklatta. Milyen táska? Kérdezi végül, amikor újra felém fordul. Arca ismét szalonképes, szemeiben ravasz fény lobban. Lucillának csigolyája tört, megsérült a koponyája, azért a táskáért. Blöfföl, bevitték, mi? A kórházba. A sítre. Maga lesz a következő, ugyanezért. A kocsi utasai továbbra is ragaszkodnak ahhoz, amit keresnek. Mit keresnek? És maga akar engem megvédeni? Ne higgye, hogy ideállok a fejéhez egy mordállyal. Úgy képzeltem, a maga segítségével elfoghatom a gyilkosokat. Ez is valami, nem? Sokkal kevésbé lelkesedik az ötletemért, mint vártam. Végig nyúlik a kanapén, a támlára hajítja a lábait, cipője orrában gyönyörködik. Vonásai időnként megrándulnak, mosoly felé közelítenek, ideges vicsorgásnak hatnak. Sóhajtva folytatom. Hát vizsgáltuk Lucilla otthonát, az édest. Leltünk egy érdekes kazettát,
Egy furcsa tartalmú talkumos doboz, némi preparált cigarettát. Ide hallgasson, Lonza. A maga meséi. Ide jön és mesél. Ne ijesztgessen engem, elalszom én már anélkül is. Nagy fiú vagyok. Nem tudom, ki haragudott Lucillára. Az a nő időnként olyan gyilkos modorban viselkedett, hogy semmi meglepő nincs abban, ami történt. Hazudik. Mit képzel mégis? Éppen maga fog meggyóntatni? Türelmem végére érve dermesztőnek szánt hangon hozom a félelmetes zsarut. Elvégre meg is verhetem. Mire előszedi a kését, 10 törött ujja lesz. Sietek, Lonza. Röhög. Egyébként én is ezt tenném az ő helyében. Lát egy 50 kilós nőt, aki sárlebet folyat a csizmájáról a tiszta szőnyegre, és el akarja hitetni vele, hogy bikaerős. Elhitte volna? Elkomolyodik, és így szól. Lucilla a múlt héten, tudja, szakadt a hó, hazafelé készülődött már, amikor meglátott egy jól öltözött nőt, aki ész nélkül rohant az utcán. Lekapta a válláról a táskát, és begyömöszölte egy személygyűjtő konténerbe. Futott tovább. Lucilla rosszat sejtve behúzódott egy kapu alá. Látta, hogy egy fekete autó fordul be a sarkon, és a nő után ered. Aztán eltűntek a szem elől a sűrű hóesésben. Ő oda sétált a konténerhez, kivette a táskát, eldugta a bundája alá, és hazament. Otthon megvizsgálta a szerzeményét, és pipa lett. Se pénz, se más érték nem volt abban a dög nagy táskában. Valami azért volt benne. Egy könyv, tankönyv. Lucillának kínaiul volt, gyógyszervegyészet vagy mi volt a címe, ronda kézírással össze-vissza firkálva. A szemétbe került. Volt még 2 kazetta, az egyiken rádiójáték lehetett, Lucilla felvett rá valami zenei műsort. A másikkal nem tudom, mit csinált, ő nem mondta, én nem kérdeztem. A táskát megtartotta. Ez minden, Lonza? Kérdezem szigorúan. Ez. Megnéztem Lucilla szemetes edényét, nem volt benne a könyv. Na, azóta 20-szor kiürítette. Menjen el a szeméttelepre, ha érdekli a gyógyszerészet. Nem érdekel a jópofáskodása, mert megakad a szemem Lucilla talkumos dobozának pontos másán. A színes holmi az ablakpárkány szélén kelleti magát. Oda sétálok, érdeklődve veszem a kezembe, lecsavarom a tetejét, szinte szórakozott a hangom. Sántít a meséje, Lonza. A Lucilla csak úgy megtalálta a táskát, ugyan miért akarták tegnap éjjel meggyilkolni? A maga sztória szerint senki nem látta az eseményt. Találgathatok éppen, netán többet is tudtak a táskásnőt kergető autóról? Vagy később a kazettákkal csányított el hozzájuk? Esetleg volt még valaki, aki viszont Lucillát látta meg a zsákmánnyal? Né, ebben a porban is van kokain. Tudja, hogy nehéz idő előtt állnak a narkósok? Párfejes begorombult, és fel akarja számolni a kábítószerkereskedelmet. Na persze, most nem érik be azzal, hogy lesittelik a narkósokat. Előzőleg kissé kipofozzák belőlük, honnan, kitől szerzik a szereket. Például a kokain. Eszembe jut, milyen kellemes vidámság fogott el Lucilla lakásán, amikor nyírkos tenyerembe dörzsöltem a hintőport. Aztán keveset a csuklómra szórok, lonzájéból, és elsimogatom a bőrömön. Ez már a függőség? Rámosolygok a mérgesnek látszó tulajdonosra, és letelepszem egy székbe. A doboztól nem válok meg. Lucilla gyakran ment a maga feje után. Sok bajom volt vele. Aztán Kokónak is elment az esze, és most kezdek paf lenni. Paf? Ismétlem undorral. Nos, én legalább csengettem, mielőtt bejöttem a lakásba. Az újonnan érkezők nem fáradnak ilyesmivel. Mielőtt még elmerülhetnénk, Lonza szókincsének sivárságában látogatók jönnek. Egy rúgás hallatszik, majd léptek dübörögnek. Mire észbe kapunk, 2 férfi áll előttünk. Megfigyelem, hogy egy pillanatig ők is csodálkoznak, feltehetően a jelenlétem miatt. Jól festhetek a talkumos dobozzal a kezemben. Nem nevetem el magam. Komolyságom csak is a pisztolyoknak szól, melyek egyenesen ránk szegeződnek. Az egyik például éppen a szemembe tekint. Fölötte magas férfi áldogál, atléta termetű, markás arcú. Résnyire vont szemhíjai közül fenyegető tekintetű szürke szempár méreget. A másik pisztolycső fölött hasonló alkatú, kreolbőrű, ám de vörös szakállú és bajuszú Dalia komorlik. Mindez csak egy pillanat, és mégis elnevetem magam. A markáns arcúhoz intézem a szót. Letartóztatom, Jannik Tesszel! A férfi nem érti a tréfát, intásának, és az égővörös szőrzetű elindul felém, feltehetően nem azért, hogy a keblére vonjon. Türelmesen várom, hangulatom, a tálkomnak köszönhetően, meglehetősen emelkedett. Amikor a Dalia kitakart Tesszel pisztolya elől, és kellő közelségbe ír hozzám, vidáman cselekszem, és főként fürgén.
A hintőport belezúdítom az arcába, a személynek szánva. Ugyanakkor fellendítem a lábam, és elkaszálom fegyvert tartó karját. Ő sem kezdő, vagy talán ideges kissé, elhúzza a ravaszt. A golyó elsülít a fejem mellett, szinte érzem a szelét. A pisztoly a szőnyegre hullik, a vörös pontosan a tetejére, mindeközben két kezével az arcát törölgeti. Köpköd is mindehez, viselkedése legalábbis ordinári. Főként azért, mert Tassel újra jól láthatóvá válik mögötte, vigyorgó arca csak úgy, mint töltött pisztolya. Leülni! Kiáltja, és hiába derűs a kedélyem a talkumtól, engedelmeskedem. Ebből a távolságból úgysem kezdeményezhetek semmit. A jelek szerint a máskor oly fürge lonza is lemondott a késdobálásról. Szobor ő a szép szőnyegen, zakója gyűrött. Hát találkoztunk, mondja Tassel, hozzám intézve a szót. El is éri vele, hogy kellőképpen elcsodálkozzam. Ez alatt a vörös összeszedi magát. Feldúltan belélegzi a szakállára árasztott hintőport, mit sem sejtve tette várható következményeiről. Csak hogy a pisztolyát is előszedi maga alól. Előszedi, és újra rám szegezi. Tassel vigyorog. Magával majd később foglalkozunk, hölgyem. Most ezt a strigót vesszük előre. Add elő a kazettákat, gyorsan! Szavait már Lonzához intézi. Intésére társa feltápászkodik a szőnyegről, és a kivénhet tinédzser felé lépdel. Moziban érzem magam, nézem a filmet, de van egy olyan zavaró érzésem, hogy én is szerepelek benne. A portól fehérlő, szakállú, szempillájú fegyveres Lonza elé lép, megragadja zakóját, és könnyed mozdulattal a levegőbe emeli, majd megtaszítja. Kiáltást hallok, a düh és fájdalom morranását. Lonza elterül a szebbik díszpárnáján, kap néhány pofont. Tasselt nézem, rám mosolyog. Álljon fel, kezeit tartsa a feje fölé, csinálja, mert senki nem hallja meg, ha lövöldözni kezdek. Ezt elhiszem neki. A hangtompító akkora, mint egy másik pisztoly. Gépiesen beletörlöm a kezem a nadrágomba, mielőtt engedelmeskednék a felszólításának. Tassel szövegel. Élvezi sápadtságomat, összeráncolt homlokomat. Töri a fejét, honnan tudom ki maga? Nem okosítom ki, ne féljen. Hamarosan úgy is megtudja. Ezt itt elintézzük és elmegyünk. Megtakarított nekünk egy utat, magának is egyet, az utolsót. Gyorsan a nyomomra jutott profi módra. Keresztül húzta a számításainkat. Magának másképp jár az agya, mint vártuk, de így is úgy is benne van a csapdában. Ez az a pillanat, amikor túlteszem magam a kokainon, de nem hagyok fel a dermet vigyorgással. Tassel rám kiált. Feküdjön a földre, nyújtsa előre a kezét! Miután megteszem, Pribékét utasítja. Ne sajnáld ezt a majmot, nem érünk rá szórakozni. Kezd a tökein, ha nem beszél. A műtét kevésbé érdekel, így hát villámgyorsan szövegelni kezdek. Mondja csak, hol lehet, hogy Norbert Dorian? Szívesen elbeszélgetnék vele. Érdekel más is. Miért ölték meg Katát, Rodney Mizlit? Megneszelték valahogy a maga kicsidett tervét? Kiderül talán, hogy ha Jannik Tassel orvos is, él egy másik életet, melynek vajmi kevés köze van a hippokratészi esküvőz? Lehet, ez utóbbi életforma szorosan kapcsolódik egy rabláncra vert gengszerhez, bizonyos Amadeo Gruccihoz? Tassel megdühödve halántékon üt a pisztolyagyával. Éppen akkor, amikor megkísérlem a felülést. Engedékenyen kábult fejjel visszahanyatlom. A kanapé táján úgysem kedvem szerint alakulnak a dolgok. Lonza unalmasan egyre azt hajtogatja. Nem tudom, nem tudom! Időnként feljajdul a változatosság kedvéért. Sziszifuszhoz hasonlatos, hiszen valahányszor kéznyújtásnyira megközelíti kedvenc díszpárnáját, kap egy pofont vagy egy lórugást. Ekkor kissé odébb repül, és kezdhet mindent előről. Tassel túl kiabálja a lármás Lonzát. Járkálgat körülöttem, olykor lehullik mellém egy-egy dühötten sziszegő nyálcsepp. Azért jött ide, mert a táska üres volt. Maga tudja, hogy itt van, amit keresünk. Ez esetben ez a strici ennél többet is tud. Ez a megállapítás felderíti, jól lehet Lonza viselkedése ellenkezik vele. A késdobáló üvölt, tekergőzik a szőnyegen, orrán száján vér ömlik, és tagad, tiltakozik, esküdözik. Tassel rárival a vörös daliára. Heléld ki! Társa úgy fest feldobta a belélegzett kokain, csak úgy, mint a rendkívüli lehetőség, hogy operálhat. Megpróbálja félkézzel letépkedni a kliens nadrágját. Lonza a félelemtől átmenetileg megnémul. Megint megkísérli a visszajutást a kanapéhoz. Hála a vörös szakálló hintőporos képének, a kasztrálás nehézségekbe ütközik, és ebben főként a pisztolya akadályozza, hiszen a terbe vett művelet szigorúan manuális, végrehajtásához ő egyetlen puszta kézzel rendelkezik. A némán őrjöngő Lonza feljut a kanapé szélére,
Keze felemelkedik. Tassel észreveszi a mozdulatot, de nem jut ideje megakadályozni. Előre lendített lábaim ollójában recsen a karja, elejti Stukkerét. A következő rúgás az állán éri. Oldalra dől, rám akarja vetni magát, de félre gurulok. Nem érem el a fegyvert. Tassel a lábamnál fogva visszaránt, aztán lehengerel súlyos testével. Míg levegőért kapkodva szabadulni próbálok tőle, gyors pillantást vetek Lonca felé. Kezében a gyönyörű tőr és a gorilla karjába hasít vele. A meglepett Mikulás elejti pisztolyát. Tassel a nyakamra fonja ujjait. Felrántom a lábamat és vesén rúgom. Ettől kissé elernyed. Sikerül levetnem magamról, mégsem szabadulhatok. Nem hiába acélozta izomzatát. Ennyi fáradtsággal egy tigrissal is birkózhatnék. Utánam kap és leránt a hajamnál fogva. Hanyattesen megint a lábamat veszem igénybe. Ezúttal fültövön rúgom, csak nem eltörik a derekam, tudatni, hogy nincs gumiból. Tassel csodálkozva maga elé mered. Aztán elengedi a hajamat és a szemem felé döf ujjaival. Elfordítom a fejemet, kissé megemelkedem, és levetem magamról a testét. Röptét térdemmel kísérem. Amint szabaddá válik az ágyéka, belemártom a térkalácsomat. Ezután ráérek a pisztolyáért igyekezni. Tassel leköti a szenvedése, feltérdel, fejét a szőnyegre hajtva nyöszörög. Lonca nem sokra megy a késével, mert a vörös dalia fegyvertelenül is erősebb nála. Ráadásul a beszippantott portól a fájdalmat sem nagyon érzi. Felkapom a pisztolyt a küzdőtérről, és elkiáltom magam. Emelje fel a kezét! Nem emeli. Maga elé rántja Lonzát, és hátrálni kezd vele. Az ajtóhoz közeledve finoman bevágja a sarkát, Tasselbe, hogy felállásra buzdítsa. A szenvedő nem áll fel, de leleményesen a pribék lábai mögé húzódva négykézláb indul a kijárat felé. Nem lőhetek egyikre sem, egymást akargatják, legelől Lonza. Felvillan bennem a kétség, hiányozna valamely leltárból, ha nem venném tudomásul kényszerű paraván szerepét, végül mégsem lövök. Lonza a szorításban fuldokolva egyre hadonászik szeretett késével, aztán hirtelen hátralöki a sarkát, és a gorilla megbillen. Egyes súlyát vesz le, Tasselben is megbotlik, de talpon marad. Lonza kitépi magát a nyakprésből, megpördül, és a Mikulás nyakába meríti a kést. Szökő árlövel felé, félreugrik. A gorilla a nyakához kap, ömlő vérébe markol. Felkiált, hangja hervadt suttogás. Lonzára veti magát, összekapaszkodva a szőnyegre zuhannak, az iszonyú látvány szinte kővé dermeszt. A szőnyegen hemperegnek. Lonza hirtelen felemelkedik, és újra lesújt. A gorilla melkasába mártja a kést. Mindkettőjüket vérborítja, mind több és több. Lonza sír. Tassel eltűnt. Elfutok a birkózók mellett, suta helyzet, egy-egy pisztolya két kezemben. A lépcsőház üres, a kiolt utcán senkit nem látok, aki menekülőre emlékeztetne. Visszaszaladok fel a legfelső emeletig. Eltökélten, hogy szükség esetén használjam is valamelyik fegyvert. Tasselt a föld nyelte el. A tetőre vezető ajtón érintetlen a lakat, a lakásajtók zárva, sehol egy lélek, pedig kötve hiszem, hogy senki nem hallotta az eseményeket kísérő istentelen lármát, óvégatást. Visszatérek a mészárszékbe. A gorilla halott. Lonza alvadó vérpatakok között térdel, még mindig sír. A telefonhoz lépek. A főnök zordonán veszi tudomásul, hogy ismét én és újfent háborgatom hétvégi pihenését. Így hát, amikor hirtelen felöltözöttem megérkezik a nem éppen ünnepélyes helyszínre, még kósza hajtincséről is megfeledkezve rám ripakodik. Úgy néz ki ezzel a két stukkerrel, mint egy női Rambo. Öltsön békésebb külsőt. Azt hiszem, addig fogom szorítani a koltokat, amíg Tassel szabad, felelem halkan. Mint a búvárharang alól figyelném az eseményeket. Vakuk villognak, kollégáim vérfoltokat kerülgetnek a szőnyegen, mint a jégtábláról jégtáblára szökelnének. Aztán elviszik a tetemet, a vérbe fagyott Mikulást. Lonza önkívületben vergődik kanapéján, ragacsos a vértől, zakóján néhol megrepetezik az alvadék, arca tarka a veréstől, sírása régen nem hat normálisnak. Mentő viszi el, a lépcsőházból is hallom jajgatását. És még mindezt valami módon felfogom, gondolatok viharzanak keresztül rajtam. Akár a háborgó tenger újabb és újabb hullámban árasztanak el, hánynak, vetnek, és nem tehetek rendet közöttük. Megint megkísért a jól ismert ijesztő érzés, kevés vagyok, kicsi, meg nem érthetem, fel nem foghatom. Letaglóz a gondolat. Néhány perce még élesen hasított végig rajtam a felismerés, rájöttem valamire. Most mégsem találom a megfejtést. Körültekintek, Lonza,
Romlakásában. Bambán figyelem a kollégát, aki elmélyülten mosolgatja, szagolgatja, ízleli a dobozban maradt csipetnyi talkumot, és röpke impresszióim szerint már-már fontoskodó képet vág, amikor elsuttogja kokain. Úgy van, morgom magamban. De semmi köze ehhez az egészhez. Kár az időt pocsékolni vele. A következő pillanatban horog akad az elmémbe, csak nem összerándulok tőle. Ez az első tiszta gondolat. A kokain. Tervféle alakul a fejemben, amint izmosodik a gondolat, úgy kap erőre mellette a kis testvére, a félelem. Továbbra is érzékelem a környezetemet, azt is tudom, hogy viszonylag értetően előadom a történteket, de egy másik síkban kristályosodik már az előbbi káosz. El kell mennem, egyedül kell maradnom a gondolataimmal. Talán szerzek kevés időt, mielőtt Tassel vagy embere egy újabb, ezek nem fogyhatnak. Újra a nyomomba szegődik. Végzek a beszámolómmal, és a főnököt faképnél hagyva a telefonra vetem magam. Cruz Guard helyett az üzenetrögzítő gép hangját hallom, szó nélkül bontom a vonalat. Az iroda már külföldre távozott, nem is csodálkozom. Bellokkal próbálkozom, de nem találom sehol. Nem engedem meg magamnak, hogy a féltés beteges méretűvé dagadjék, de a tervem újabb ponttal gazdagodik. Hívom Iriszt, ő sem látta Danielt. Nem kérdez semmit, amikor a lelkére kötöm, hogy továbbra is tartsa magánál Ellát, és lehetőleg ne menjenek az utcára. Danielt után érdeklődve feljegyzek egy címet és egy telefonszámot, de egyelőre elsüllyesztem a nadrágom zsebébe. Martin álmosan morog a hallgatóba, nem várom meg, amíg kiköhécseli torkával a rekedtség gombócát, azonnal neki támadok. Szedd elő Konrádot, és gyertek le a folyópartra, ahol nyáron... Csalóka még ez a napsütés, morogja a kedves fivér. Akkor ne hozd törölközőt, 20 perc múlva ott leszek. Ennyi idő alatt hazaérhetnél, próbálkozik a fiú. Könyörögjek? Ugyan, dünnyögi, kissé éberebben. Beülök a kocsiba, és indítok. A forgalom sem ér el az agyamig, így hát szerencsésnek mondhatom magam, hogy jóval a megbeszélt időpont előtt a sáros, elvadult találka helyre érek. Nem szállok ki a kocsiból, hátradőlök az ülésen, és elszívok egy cigarettát. Cruz Guard mindent elmondott már. Csak éppen akkor fel nem foghattam szavai értelmét. Figyelmeztetni akart, vagy csapdába csalni? És ha ez az utóbbi igaz, kit akart kinyírni? Nem engem, azt hiszem nem. Az sem kétséges, honnan származtak az információi. Lehet, ezek csak feltevések, de a kép mégis kereken összeáll. Katadorián valamely okból éppen a Cruz Guard nevű újságírót tisztelte meg a bizalmával, tőle remélt segítséget. Honnan is sejthette volna, milyen rossz lóra tett? Elmondta neki sejtéseit, gyanúit, talán akkor már bizonyosat is tudott néhány dologban. Cruz nem foglalkozott vele, legalábbis nem vitte túlzásba. Soha nem ment fejjel a falnak, önszántából. Valamilyen módon később kapcsolatba került Jannik Tassellel, és ez a mód gondolkozóba ejt. Elhangzott Fintan Helyhír neve is, és éppen ez int engem óvatosságra, ez lopja a szívembe a félelmet. Kétségtelen, hogy eme két bűnöző szoros kapcsolatban áll egymással. Igaz, Cruz azt mondta, Helyhír az országban bujkál, és beállt Grucci a börtönben ülő, ma is aktív gengszter vezér zsoldjába. Kevés a szökését előkészítik, a talajt is el kell egyengetniük a nyugalmas jövő és viszonylag zavartalan munkálkodásuk érdekében. Elhír jól tudja, kik az ellenfelei. Nyáron együtt bukott Holdennel, a helyi alvilág akkori urával. Holden halott, de Elhír él. Él és emlékezik ránk, az ellenségre. Talán szemmel tartották Katadorián, talán más módon tudták meg, hogy felvette a kapcsolatot Cruz Guarddal. Aztán az sem maradt előttük titok, hogy a gyilkossági ügy az én asztalomra került. Elhír nyilván ismerte Cruz nevét, és éppen belem összefüggésben. Megfenyegették, megzsarolták, vagy egyszerűen csak megvásárolták egykori pasasomat. Ki tudja rajtuk kívül? Cruznak minden esetre csak az lett volna a dolga, hogy felhívja a figyelmemet Elhír itt létére. Elvégezte a feladatát. De a kórházban jártával akaratlanul is összefüggésbe hozta egymással a két ügyet. Így van, nem lehet véletlen, hogy Cruz, Helyért és Grucsit emlegette, miután Tassel közelében forgolódott a krónikus osztályon. Éppen az vezetett a nyomukra, amivel előnyre próbáltak szert tenni. Cruz felszívódott, de nem hiszem, hogy ne tudnám megtalálni. Csak hogy most sokkal sürgősebb megakadályozni Grucsi kiszabadítását, és ha ez mégsem sikerül, mielőbb elfogni a szökevényt. Tassel elmenekült.
Tudja, mekkora veszélyt jelentenek számukra, de nem csak én, és nem kétséges, hogy a továbbiakban sem fog válogatni a rendelkezésére álló eszközökben. Nem tudom, hol az ellenfél, nem sejthetem, hányan vannak, de mivel nem akármi a tét, nyilván szép számmal képviseltetik magukat. Élükön fintán hehír. Az egykori gárdista valószínűleg örömmel értesült róla, hogy miattam nem kell külön fáradnia, megint velem áll szemben. Fel kell vennem a kesztyűt, egyszerűen azért, mert halálra ítéltek. Védekezésre kényszerülök, de én még emlékszem a Holden ügy minden részletére. Tudom, azért csaptam bele, mert e név kapcsán mind több fájdalommal és vérrel találkoztam. Eleinte sejtelmem sem volt vállalkozásom veszélyességéről, később megtanultam, mi történik, ha az ember szembeszáll egy alvilági kényúrral. Bellok csak nem belehalt. Többször összecsaptam Holden pribékjeivel, kaptam ütéseket, szereztem sebeket. A fizikai fájdalom természetéről tengernyi tapasztalatot gyűjtöttem saját bőrömön. És ha most visszagondolok, nem érzem egyetlen ütés, késszúrás fájdalmát sem. Elfelejtettem. Elevelen él bennem az ágyban fekvő Martin képe, és később Belloké, az orvosok hümmögő bizonytalansága, a gépek földön túli hangjai, a halál közelsége. Ma is végig hasít rajtam a fájdalom, amit Bellok ágya mellett éltem át, a felvesztett vágy, hogy vele haljak. Erre a gyötrelemre mindig is emlékezni fogok, és nem akarok újra szembenézni vele. Hát nem úsztuk meg. Halálunk napja rövid halasztás nyert, de azóta csak keményebb lettem. Biztosan tudom, ma is felveszem a kesztyűt, inkább, mint valaha. Nem adom könnyen a bőrömet, még kevésbé Danielét. Lustán hömpölyög mellettem a folyó. Kásás jégtáblát hordoz, súlyos szürke hátán. Vizet fodrosz körülötte, elnyelni készül. Kibújik a nap egy felhő mögül, és felragyogtatja a fáradt víztükröt. Fénye higanyra emlékeztet. Locson a parton a higany folyam, furcsa képzeteket kelt. Megtapintom a homlokomat, lázra gyanakszom. Bőröm hűvös, gondolataim is hasonlatossá válnak lassan. Higgadok. Mint aféle vagányok motoron érkeznek. Konrád a kormány mögött ül, elsőként rántja le fejéről a sisakot. Megcsodálatom szőke fejét, élesedő vonásait. A naponta látott Martinon nehezebben követhetem a férfiasodás napról napra sokasodó jeleit. Így most Konrádot behatóan megszemlélem. A széles vállú, magas fiú elindul felém. Amikor összetalálkozunk, lehajol és szájon csókol. Engem miért hívtál? Morog Martin. Zavar nélkül mosolygok rájuk. Megtámaszkodom a motorráztetőn, előbb Martin, majd Konrád felé fordítom a fejemet. Szükségem lenne a segítségetekre. Nofene. Martin kabicsokat rúgdal, Konrád az arcát sütteti. Az egyetemen nyilván ismertek narkós srácokat, nem ők érdekelnek engem. A kapcsolataikra vagyok kíváncsi. Ne csináljatok semmit, elegendő, ha figyeltek, ha nyitva tartjátok a fületeket, szemeteket. Nyitva felejtettem a nadrágomat, vigyorog Martin. Konrád felnéz, elkomorul. Ne idétlenkedj! Kopott cigarettacsiket terelgetek a csizmám orrával, tekintetemmel követem útját. Tavaly a Holden ügyben felbukkant egy bizonyos justícia kommandó, sokat segített a harcban. Ki tudja, kik a tagjai? Mindenki? Senki? Most is el kellene a segítség. Szeretnék eljutni a kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bandához. Te? Kérdezi Martin. Nem néz rám, és én sejtem, mire gondol. Pontosan. Daniel nem tudhat róla. Senki nem tudhat róla. Beszélni akarok a banda fejével. Miért? Kérdezi Martin, újra azon rosszallást és kételkedést kifejező hangon. Nem mondhatom el. Konrádhoz fordulok. Nem akarok semmi valhét, csak annyit, amennyit kértem. A többit bízzátok rám. Miért nem tudhat róla, Daniel? Köti az ebet mindszorosabbra Martin, aki Bellokban valamely földi istenséget tisztel. Daniel belép a szuperkommandóba, elválnak útjaink, legalábbis a munkában. Blöffölsz, Daniel még nem döntött, tudnék róla. Konrád megmozdul. Kérésed összefügg azzal, hogy megtépázottnak látszol? Megint benne vagy, Denisa? Bólintok. Konrád komoly marad. Rápillant Martinra, és az a benyomásom támad, mint a öcsém arcán enyhülnének a dúzogás bogai. Ma este buliba megyünk, de tudnod kell, csak is a te kedvedért. És most ne kezd bele a szokott rizsába az óvatosságról, meg a névtelen hősökről, mert még emlékszünk a leckére. Konrád cigarettára gyújt.
Ez Daniel műfaja, a szöveg az óvatosságról. Martin újra a felhők mögé vonul vissza. Csodálatosan megértitek egymást, te is, Konrád. Smároltok, félszavakkal értekeztek. De én akkor is azt látom, hogy megint sumálkolsz, Deniza, és ezt nagyon nem szeretem. Mégse tetethetem bele az újságba, hogy miben sántikálok. De nekünk elmondhatod, nem? Nem, ne vitatkozzunk, Martin, mert vádpontokat én is előhozhatnék, ha ez lenne most a cél. A cél azonban az, hogy mi hamarabb tárgyalhassak valakivel a drogkereskedők közül. Legyetek óvatosak. Konrád a zubbonyomkal lérjára fújja a füstöt. De nézze, komolyan, mi történt? Történik. Reváns készül, ennyivel be kell érned. Konrád eldobja a cigarettát, és a motorja felé indul. Bélelt overálja és zakója már-már a kövérség látszatát kelti. Az indítókulcs elfordítására felbőg a feketére festett gép. Martin hosszú léptekkel siet társa után. Elgurulnak mellettem, arcukat elrejti a füstszínű védőállarc. Biccentek. Utolsó pillantást vetek a folyóra. Kidöntött fát hurcol előttem a víz, a csupasz ágak, mint a csapkodnának kinnyugban. Éhes sirályok rikoltoznak a magasban, a ragyogó ég kékjébe villanva.